A 8 jelenlévő képviselő 7 igennel és egy tartózkodással fogadta el a város 2022-es költségvetését. Csak Dékány Péter Kéve képviselő nem voksolt igennel. Az idei évben is tudtuk tartani azt a irányt, amit az elmúlt 2 évben már sikeresen be tudtunk vezetni költségvetést tekintetében. A büdzsé főösszege 8 milliárd 753 millió forint. A tervezés során 1,6 milliárd forint állami támogatással és 1,1 milliárd forint helyi adóbevétellel számoltak. Nagy Bálint polgármester hangsúlyozta, ez egy biztonságos, stabil költségvetés. 555 millió forint tartalékot különítettek el. A működés mellett fejlesztéseket tartalmaz a költségvetés. Egy stabil, biztonságos költségvetés. Fontos megemlíteni, hogy a következő időszakban talán mondhatom azt, hogy minden településnek a legjelentősebb várható pályázati forrásainak a szükséges előkészítéséhez való forrásokat is már beterveztük ebbe a költségvetésbe. Az elkövetkező években az úgynevezett TOP plusz forrásokból 8,8 milliárd forint keret áll Keszthely rendelkezésére. Ebből lehet majd megvalósítani a nagyobb fejlesztéseket. Saját forrásból felújítják a Sörház utcát és az Erzsébet királyné útjának alsó szakaszát. A Kossuth-Lajos utca keleti oldalán a járda díszburkolatot kap. Az elmúlt évhez képest növelték a sport és szervezeti támogatások mértékét.